idősekre odafigyelni, hogyha valaki rosszul lesz, összeesik, akkor oda megyünk segíteni, jó vizet, vízzel megkínáljuk, megkérjük, hogy mondja meg közvetlen hozzátartozóját, hogy ki az, akit esetleg fölhív. Rövid eligazítás, mi is lesz a teendőjük a következő hetekben a diákoknak? A szolgálat iránt idén is sokan érdeklődtek. Nagyon érdekel ez a rendőrségi munka, és az lesz a feladatom, hogy szórólapot kell ezt osztjak, hogyha például nyitva van hagyva egy autó, akkor azt bezárni, ha úgy van forgalmat irányítani, időseknek segíteni, és hogyha valami értéket kihagytak, azt megőrizni. A Turist Police akciót immár 5. alkalommal szervezik meg Nyíregyházán. A városban lévő középiskolák jelentős része vesz részt, illetve közel 50 diák, akik az ide látogató turisztik idejében lévő külföldieket, illetve nem csak külföldieket, helybelieknek egyfajta segítséget nyújt, információt biztosítanak, eligazítást nyújtanak arra, hogy tulajdonképpen milyen rendezvények vannak, egyfajta bűnmegelőzési tevékenységet is folytatnak majd. A diákok angol és német nyelvtudásukat is gyakorolhatják a szolgálat során, hiszen sok külföldi turista látogat Nyíregyháza sóstóra. Napjainkban a biztonság egy meghatározó tényező adott turisztikai terület vonzásának az alakulásában. Éppen ezért mi folyamatosan kommunikáltuk és erősítettük azt, hogy Nyíregyháza és a Nyírség egy biztonságos, vendégszerető, megbízható turisztikai célpont, és ezt hivatott erősíteni a Turist Police szolgálat, ahol lelkes, fiatal, nyelveket beszélő diákok segítik a kommunikációt a turisták és a rendőrei között. Mi pedig a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Biztosítjuk ehhez a helyszínt, hiszen a Turist Police szolgálat bázisa itt Sóstó Gyógyfürdőn a víztoronyban található. A diákok tevékenysége közösségi szolgálatnak számít. Kötelezően összesen 50 órát kell teljesíteniük az érettségig.